A klímaváltozást a kínaiak találták ki, hogy megbénítsák az USA gazdaságát, hangoztatta korábban az amerikai elnök Donald Trump. Mégis egyre több jel támasztja alá, Magyarországon is, hogy komoly változások történtek az utóbbi években. Az évszakok kiszámíthatatlansága az egyik legszembetűnőbb a hétköznapi ember számára. Az idei év sem volt kivétel. Januárban a tavasz, márciusban a tél, áprilisban a nyár köszöntött be hazánkba. A hirtelen hőmérséklet ingadozás pedig az emberi szervezetet is megviselheti. Márciusban még havat lapátoltak a magyarok, áprilisban már igazi strandidő jellemezte az országot. Olyannyira, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései szerint 1901 óta nem volt ilyen meleg április Magyarországon. Az 1981 és 2010 közötti sok évi átlagot csaknem 5 fokkal múlta felül. Ennek köszönhetően a hónap során mintegy 15 hőmérsékleti meleg rekord dőlt meg. Pintér Ferenc ugye itt van velünk, a Meteo Klinikának az igazgatója, a meteógyógyász. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt. Jó reggelt! És éppen azt mondta nekünk, de akkor ezt nyugodtan folytassa, hogy a nézőink tényleg hallják, hogy ugye nem csak ez volt a probléma, hogy április az melegebb volt, mint a szokásos áprilisok, hanem a március meg hidegebb volt tulajdonképpen, mint a szokásos márciusok. Ott milyen nagy ingadozásra lehetett felhívni, vagy felfigyelni? Igen, tehát ugye a szervezetek a terhelése szempontjából mindig az határozza meg a dolgokat, hogy egyrészt az éves menettől mennyire térünk el, másrészt meg mennyire drasztikus ugrások következnek be az időjárásban, mert ez határozza meg részben az éves menethez való alkalmazkodásunkat, részben pedig az, hogy van-e valami extrém terhelési időszak. Na hát ez a idén most bőven kijutott mind a kettőből. A március nem csak, hogy helyenként volt havas, hanem kifejezetten téli hónap volt. Annyira, hogy 3 fokkal hidegebb volt a március, mint az átlagos márciusok. És hozzá kell tenni, hogy havi átlagban már az 1-2 Celsius fokos eltérés is egyébként az jelentősnek minősül. És hát itt ugye 3 fokról van szó. Hát az áprilisról meg már gyakorlatilag ne is beszéljünk, mert majdnem 5 fokkal lett melegebb. Na és most közben azokat a felvételeket látják a nézőink, ne téveszten ez meg senkit, ez nem februári, meg januári felvétel, hanem márciusi felvétel. Igen. És milyen szerencse, hogy ezt hangsúlyozza, mert annyiszor hallom ezt a közhelyes károgást, hogy még, hogy globális felmelegedés, miközben megfagyunk. De az a része a globális felmelegedésnek, hogy rossz pillanatokban megfagyunk. Meg nincs ilyen, meg klímaváltozás nincs, mert Trump megmondta. Igen, a kínaiak találták ki. De szóval, hogy nem arról van szó, hogy akkor mindenkinek Florida lesz az élet, hanem arról van szó, hogy radikális szélsőséges helyzetek, ami elképesztő például migrációt is okozhat majd. Tehát ugye, ha most nézzük a szélsőségességet, a szélsőségesség az megnyilvánul részben rendkívüli ugrásokban, mint például jelen esetben is. Megnyilvánul például sokkal hevesebb viharokban, amelyek szintén problémát okoznak. És a lényeges az az, hogy a szokásos, amihez hozzáidomultunk, az az éghajlat változik meg, és ez plusz vagy mínusz irányba is. Tehát vannak a globális felmelegedésben, mint általában, tehát ezért jobb a klímaváltozásról így beszélni, van, igen, mert pontosabb. Valójában a klíma változik, és nem mindenhol egyenletes melegedés van. A sarkvidéki területek azok, amik egyébként jobban melegszenek, és ennek nagyon komoly következményes lehetnek például a tundrának a 3-4 Celsius fokos melegedése. Ugye mindig azt mondjuk, hogy 2 fokon belül kellene maradni ebben a bizonyos fölmelegedési értékben, és közben pedig a sarkvidéki területeken 3-4 fokos felmelegedéssel kell számolni, de ennek ne örüljünk, mert ennek az a következménye, hogy ott teljesen megváltozik, ugye ez a bizonyos állandóan fagyott ez a permafrost, és ennek viszont olyan metán felszabadulás lehet a következménye, ami hát lényegében akár kontrollálhatatlanná is teheti ezt a bizonyos klímaváltozási folyamatot. Na most a mi szervezetünkre gyakorolt hatás is nem pusztán abban van, hogy melegebb van, hosszabb, erőteljesebb hőhullámok vannak, hanem teljesen új kihívásokkal találkozik a szervezetünk. Tehát például olyan allergén növények jelennek meg, amik nálunk ugye a mi éghajlatunkon nem voltak szokásosak, vagy például olyan kórokozók jelennek meg, most ugye hír volt ez a bizonyos koreai szúnyog téma is, olyan vektorok, ilyen vírushordozók jelennek meg, amelyek korábban nem voltak. Tehát összességében a környezetünk változik meg,
komplexen, és ez a komplex környezetváltozás, hát ugye egyéntől függően, tehát tudjuk jól, hogy az időjárás érzékenység eddig is borzasztó, 78%-os a magyar társadalomban, de mindenki egyéni módon érzékeny. Ez egy társadalmonként változó dolog az időjárás érzékenység? Hát nyilván, hogy függ, ugye, hogy hol vagyunk, tehát egész más egy eszkimó számára, vagy egy egész más jelent mondjuk egy afrikai lakos számára, tehát nyilván függ, a Kárpát-medence ilyen értelemben erősen érintett és sokkal szélsőségesebb, és hát a populációtól is függ természetesen, úgyhogy a mi kutatásaink azok a magyar, tehát igaz, a Kárpát-medencei populáció és a Kárpát-medencei éghajlatra vonatkoztak, és ez mutatta ki a 78%-ban érzékeny, tehát aki már reagál rá, és 30% a meteopaták aránya, akik viszont kifejezetten hát erős életminőségromlással, a betegségeknek, tüneteknek a megjelenésével jár, és hát ennek a fokozódása várható ezek után, hogyha ez a bizonyos éghajlatváltozás zajlik. És hogyha már ez a folyamat megállíthatatlan, vagy megállíthatatlannak tűnik, hogyan lehet erre felkészülni? Hát ugye elköltözni nem lehet, tehát mindig ez volt már a klímaváltozás kezdete óta, hogy alkalmazkodás, vagy változtatás, hát ugye tenni kell azért egyrészt, hogy ne fokozódjon tovább ez a dolog. Tehát... De másfajta életmódra kell felkészülni. Igen, hát... Most ilyenekre vagyok kíváncsi, vagy nem tudom én, együnk akkor sokkal több zöldséget, mert akkor a koleszterin szintünk, meg a szív- és érrendszeri körülmények azok jobban felkészülnek egy ilyen meteorológiai változásra, vagy tényleg mi a megoldás? Ez ugye az a helyzet, tehát mint említettük, onnan kanyarodtunk el, hogy na, mindenki egyéni módon érzékeny az időjárásra. Mindenki esetében vannak megfelelő gyógymódok és megoldások, amivel az állapottá lehet javítani. Teljesen általános tanácsok nehezen adhatók, gyakorlatilag egy kivizsgálás döntheti azt el, hogy kinek mi a megfelelő megoldás, a megfelelő gyógymód. Lát valami reményt arra, hogy az Egyesült Államok visszatér a korábbi párizsi státuszkóhoz, konszenzushoz? Hát nézze, ugye a klímaváltozással kapcsolatban, tehát a klímaváltozás van. Ez egy ténybeli dolog, mert meg kell mérni, tehát meg kell nézni a hőmérsékletet. Önt is a kínaiak fizetik. De egy dologra azért figyeljünk, hogy ebben nem teljesen tisztázott az antropogén eredet. Nem teljesen magyarul? Tisztázott az, hogy mennyiben az ember által. Igen, vagy pedig milyen mértékű ebben a természetes klímaingadozás, mert ez mindig volt. Uh-huh. A klímát tud melegedni, hűlni, konstans az nem tud lenni, tehát ez azt hiszem, hogy amikor ugye tudósok is képviselnek különböző álláspontot, akkor ennek az az alapja, hogy ezt nem lehet megmondani, hogy ezen belül mit tudunk tenni. Nagyon hát ugye jön a nyár, és ugye szerintem majd újabb rekordok fognak majd megdőlni. Köszönjük szépen, vagy hogy hideg, itt volt. Meleg. Hát igen, ez majd eldől.